1975-ben épült a 60-i kórház nővérszállója, és nagyjából azóta nem is látott olyan mérvű felújítást, mint amelynek végére most pont kerülhetett. A dolgozók szállása mellett családi napközinek és egészségfejlesztési irodának is helyet biztosító épület is ugyanazokat a külső díszítőelemeket viseli mostantól, mint a néhány éve rendbetett hotelépület az egységesség jegyében és megújult energetikai szempontból. Keop volt a forrás, több mint 92 millió forint a támogatás értéke. Egy meglehetősen elavult energetikai adottságokkal bíró épületről beszélünk, aminek a fűtése, rezsiköltsége meglehetősen magas költségekre rúgott eddig, és hát ha esztétikailag nem is volt annyira elhanyagolt állapotban, mint a nagy intézmény, a nagy épületünk, energetikailag mindenképpen ráfért erre az épületre is a megújítás. Dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatója azt mondja, egy-egy álláspályázatnál nagy előny, hogyha a kórház tudja biztosítani a helyben lakást leendő munkatársainak. Szabó Zsolt államtitkár, a térség parlamenti képviselője pedig arról beszélt, a fejlesztés a kórház fűtésrendszerével, járóbeteg szakellátójával folytatódik, e célokra is vannak már elnyert források. Mellettünk van a következő állomás, amit megléptünk, ez a nővérszállónak az energetikai felújítása, és tőlem balra itt a következő lépcsőfok, hiszen az STK épületét nyilázzalőjét is szeretnénk ugyanúgy kicserélni, fűtési rendszert korszerűsíteni, maga a kórház épületének is a teljes komplet fűtését felújítani. És az Aszódon lévő, de a 60-i kórház égisze alatt működő szakrendelőt is felújítják hamarosan. Szabó Zsolt összefoglalása szerint az épületeket illetően az ország számos pontján már megújultak az egészségügyi intézmények, és most is van lehetőség EMMI és KEHOP keretekből belső korszerűsítésre, liftek felújítására. A szakemberképzést is megerősítik az orvosképzésig bezárólag, 60-ban is önálló épület szolgál majd eféle képzési célokra mintaprojektként a Széchenyi Középiskolában a fenntartó egyházzal összefogva.